Szeretettel köszöntöm az űrkutatás napja résztvevőit, és ahogy ez elhangzott, ennek az előadásnak két apropója van. Az egyik az, hogy 45 éve válogattuk ki az első magyar űrhajós jelölteket, és megérdemlik, hogy ebből az alkalomból meg is nevezzük őket. Farkas Bertalan főhadnagy, Néhai Magyar Béla, Magyari Béla főhadnagy, Néhai Elek László százados, Buczko Imre százados, Weigel Endre százados, Néhai Gutyina Péter százados, és Néhai Neumann György százados. Ebből a történetből kronológiai sorrendben egy néhány dátumot választottam ki, hogy az űrhajós kiválogatás élményeiről mondjak néhány szót. Az űrrepüléseknek három szelete, három rétege van, és volt annak idején is, és így van ez ma is, keleten is, nyugaton is, és Ázsiában is. Az egyik szelete a politikai szelet. Annak idején ez a politikai szelet a Szovjetunió és a szocialista országok állampártjainak és kormányainak a kezében volt. Magyarországon a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Népköztársaság kormánya kezében volt. A katonai szelet vagy szegmens a Varsói Szerződés fegyveres erőit jelentette, Magyarországon a Honvédelmi Minisztérium és intézményei, ezek sorában a Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgálat és Kutatóintézetet jelentette. És ugye a szívünk csücske, a tudományos szelete ennek a tevékenységnek a tudományos akadémiák kezébe összpontosult. Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanácsa képviselte ezt a vonalat és intézményei. A magyar fedélzeti kísérletek intézményeit soroltam fel, nyilván nem fogom felolvasni, annyit lehet látni, hogy igen széles körben folytak annak idején ezek a vizsgálatok és tevékenységek. Az első dátum, amit szeretnék felidézni, 1974, ekkor egy moszkvai értekezlet volt, ahol a szovjet szakemberek és képviselőik ismertették a magyar delegációval az űrhajós kiválogatás követelményeit, a kiválogatás módszertanát. A magyar delegáció 4 fős volt, a fehéringesek közül jobbról-balra Dömötör István orvosőrnagy, dr. Dömötör István orvosőrnagy, a repülés biztonsági osztály főorvosa, dr. Kovács Jenő orvos ezredes, a repülőorvosi vizsgálat és kutatóintézet akkori parancsnoka, dr. Gyökösi József orvos ezredes, a akkori repülőorvosi bizottság elnöke, és jó magam. Még talán annyit, hogy mi voltunk az első magyarok, akik a Csillagvárosban látogatást tehettünk, hiszen az ekkor nagyon zárt, nagyon szigorúan őrzött városka volt. A következő dátum 1977, ekkor lehetett jelentkezni űrhajósnak. A meghirdetés csak a szuperszonikus elfogó vadászpilóták körében történt meg, hiszen kritérium volt, hogy vadászpilóta lehet csak űrhajós jelölt. A hidegháború éveiben vagyunk, ne felejtsük el, a Szovjetunió ekkor a Varsói Szerződés elfogó vadász űrhajósainak ezredét állította fel, ami hát végül is sikerült. 24, ahogy akkoriban hívtuk, idegen űrhajós csapat került kiválogatásra. 95 fő magyar vadászrepülőből életkor, testsúly, testmagasság, egészségi állapot szerint válogattunk. 42 fős névsor állt össze. Látható a különféle vadászrepülő ezredektől, akadémiáktól állt össze ez a csapat. 1977.
januárjában kezdődtek a repülőorvosi éves kötelező vizsgálatok a pilótáknál. Ezek alapján, ezek eredményei alapján 27 főt válogattunk ki, akiket terheléses vizsgálatoknak vetettünk alá. 1977. június 13 a következő dátum, ekkor kezdődtek Kecskeméten az orvosi vizsgálatok. A Magyari Béla, az asszisztensnő, Elek és dr. Csengeri Attila látható a bal felső képen a forgószékes vizsgálat alkalmával. Alatta Magyari Béla már a forgószékben ül. A jobboldali képen a holter monitor felhelyezése látható Farkas Bertalanra. Magyarországon én voltam az első, aki a holter monitorozással a EKG magnetofon rögzítésével foglalkozott. A forgószékes vizsgálatok nagyon fontosak űrhajózás szempontjából, hiszen ez az egyensúly érzékelő szer középfülben levő félkörös ívjáratok vizsgáló módszere. Nyilvánvaló, hogy aki érzékeny az űrbetegségre, a mozgásbetegségre, az nem alkalmas űrhajósnak, hiszen elveszi munkaképességét, rosszul lesz az űrben. Mint ahogy ezt, amikor még ezt nem tudtuk, Titov volt az első, aki űrmozgásbetegségben szenvedett, majd Tereskov olyan súlyos állapotba került, hogy a feladatát nem is tudta végrehajtani. NKUK, PKUK és Hilovt-hinta vizsgálatnak hívjuk. A Coriolis erő kumulatív hatását vizsgáljuk. Ugye a félkörös ívjáratok a középfülben szagittálisan, horizontálisan és vertikálisan vannak elhelyezkedve. Amikor a forgószékbe ül a jelölt, akkor előre hajol, majd kiegyenesedik, miközben forog, tehát változó sugarú körpályán kapja a félkörös ívjárataiban az endolimfa, a nyirokáramlás. Ez nem normális dolog. Ilyen esetben minden normális ember rosszul lesz. Tehát aki különösen érzékeny erre, az nem való az űrbe. Bizonyos kritériumok vannak, hogy mi az, ami még elfogadható. Tehát kiszűrtük a mozgásbetegségre hajlamos embereket. Itt most a sok-sok vizsgálat közül csak egyetlen egy dolgot ragadtam ki, amit hát ismertetnék, ez a kardiológia, a szívi rendszeri vizsgálatok felsorolása. Ugye bal oldalon a táblázatban a vizsgált faktort tüntettem fel, mellette a módszer van. Hát vizsgáltam a szív mechanikus tevékenységét és kontraktilitását, összehúzó erejét, a keringő vérmennyiség változásait, a perfúziót, az áramlást, a szív bioelektromos tevékenységét és a szívritmust, a fizikai terhelhetőséget, a kondíciót és a szív koszorúér elégedetlenségre való hajlamot. Jobbra fölül Neumann Györgynek a két lépcső szubmaximális kerékpárergometriás vizsgálatának a grafikonja látható, szisztolés, diasztolés, vérnyomás és pulzusszám. Hát látható, hogy változik, hát itt is megvoltak a kritériumok, hogy mi az, ami alkalmatlanságot jelent, és mi az, ami alkalmasságot jelent. Ezek az ábrák némileg betekintést említenek, vagy betekintést engednek a 45 évvel ezelőtti prezentációs kultúrába is. Milliméter papír, redisztorral írt feliratok. A fényképen Farkas Bertalan látható a nyakán egy karotisz mechanogram érzékelővel, a nyaki fő erőér nyomás érzékelőjét jelenti mindez. Vizsgáltam az állóképességet, a rezerv nélküli állapotot, a kardiovaszkuláris reakciókészséget, a légzés és a vérkeringés kapacitását, a terhelhetőséget, a munkaképességet, az élettani rezerveket, és természetesen egy komplett légzésfunkciós vizsgálat is szerepelt a repertoáron. A grafikonon Weigel Endrének a kerékpárergometriás vizsgálati grafikonja látható. Föl van írva, hogy a léghőmérséklet az 33 Celsius fok, azon a nyáron épp olyan kánikula volt, mint ma, mint mondjuk az idén,
és hát ez különösen nehezítette a terheléses vizsgálatok elviselését. Itt lent Magyari Béra biciklizik éppen. Egy élettani kitérőt hagy tegyek. Az első bábún a földön az űrrepülés előtt látható az űrhajós jelöld. Nagyjából a véreloszlása egyenletes, a szíve normálisan telődik vérrel. A kettes ábra a súlytalanságban való érkezéskor az akut adaptációs időszakában ábrázolja ezt a helyzetet, hogy az alsó testfélből a keringő vérmennyiség áthelyeződik a felső testfélbe. Az alsó testfél vérszegény, a szív túltelődik, az agy pedig patanásig feszült és tele van vérrel, ödémakészség, vizenyő jelentkezik az űrhajósokon. A harmadik ábra a krónikus adaptáció időszakát jelzi, amikor körülbelül 8-10 nap alatt valami fajta egyensúlyba kerül a szervezet, csökken az agyi vérbőség, a szív szinte normális telődésű, és hát valamennyi vér jut az alsó testfélbe is. A legkritikusabb mozzanat a földi gravitációs térbe való visszaérkezés, a negyedik ábra, amikor ugye a gravitáció a keringő vérmennyiséget a dekondicionálódott, detrenírozott szervezetbe, az alsó testfélbe gravitálja. A felső fényképen Kubaszov és Farkas látható az akut adaptáció időszakába. Ugye Farkas Bertalannak a homlokredői eltűntek, a szemránca, az orredői nincsenek. Tehát kikerekedett az ábrázata, ödémás, vizenyős az arc kifejezése, míg a jobboldali képsor Kubaszov és Farkas Bertalannál és a krónikus adaptációs időszakát mutatja, amikor megint visszatérnek a homlokráncok, és így tovább, ami hát nem lényeges. A lényeges az, hogy az agyi vérbőség, az agyi ödéma és a vizenyő elmúlt. Ez egy nagyon kritikus és nagyon fontos dolog az űrrepülésben, hiszen amikor még erről mi nem tudtuk, hogy mi ez, az például Nikolájev és Szevasztyanov 18 napos űrrepülésén történt, amikor visszatértek 18 napos hipodinámia súlytalanság után a földi gravitációs térbe, kiderült, hogy életképtelenek a gravitációs mezőbe. Újra kellett éleszteni őket, jobban viselte meg a helyzet a Nikolájevet, ő 5 infarktust kapott összesen, a szívizom a deterenírozottság következtében átépül, remodeling mondják, tetszhalott állapotba kerül, aztán vagy újraéled, vagy nem. Mikor már ezt tudtuk, akkor nyilvánvalóan ennek a megelőző intézkedéseire sor tudott kerülni. Ezt csak azért mondtam el, hogy nagyon fontos vizsgálati módszer a billenőasztal. Farkas Bertalan van felszíjazva ebbe az asztalra, mindenfajta érzékelővel felszerelve. A G-tűrő képességet földi körülmények között is lehet vizsgálni. A grafikon, vagy az ábra bal oldalán az első az antiortosztatikus helyzetben, fejlogatott helyzetben mutatja a PEP százalékát, a pre-action period, a szív izom feszülése előtti állapot ideje. Hát látható, hogy ez megnyúlik, nem szignifikánsan, de megnyúlik. Ortosztatikus helyzetben szignifikánsan nyúlik meg. Jobb oldaliak, bal kamra ejekciós időt lehet látni, mennyi időbe telik, amíg a szív egy dobbanással kipréseli magából a vért. Ortosztatikus helyzetben lecsökken, antiortosztatikus helyzetben felemelkedik. Tehát gravitáció és súlytalanságot lehet vizsgálni. Ugye ez azt jelenti, hogy ne az űrbe derüljön ki, hogy valaki alkalmas vagy alkalmatlan a repülésre. Ezt a Földön is jó előre meg lehet állapítani, hiszen a legdrágább foglalkozás az űrhajós foglalkozás. Nyilván egy űrben töltött munka, óra,
az csillagászati összegekbe kerül. Hát akkor most majd egy kis filmecskét szeretnék vetíteni, ami hát a Magyari Béla vizsgálatairól szól, a hármas csatorna jóvoltából, kissé karcos, VHS minőségű, de eredeti. Ezt követően élményszinten a barokamráról, a magassági ruhából vetítek néhány képet, hogy esetleg aki még nem látott ilyet, hát lássa. Kérném szépen a vetítést. Amikor a űrutazás után súlytalanságból a földi gravitációs térbe visszaérkezik. Ahogy mi tolvajnyelven mondjuk, ortosztatikus helyzetben, itt láthatjuk álló helyzetben, szívérendszeri reakciókészséget vizsgálunk, EKG elektródák, szívhang, mikrofon, pulzus hullám, érzékelő berendezések vannak az űrhajós testén elhelyezve, megállapítjuk a gravitációs tűrőképességet. Thank you.
Köszönöm szépen a figyelmet, sajnos az időnk lejárt, úgyhogy következő előadó